A Merkantil Bankliga 35. fordulójában Budaörs DVTK mérkőzése került sor. Más-más okból ugyan, de mindkét csapat számára fontos mérkőzést rendeztek az Árok utcában. A házigazda Budaörs ugyanis a bennmaradásért, míg a Diósgyőr a feljutásért harcol. Kilencedik perc. Lukász tekerése megcsúszott egy védő fején, de a labda elkerülte a hosszú alsót. 12. perc. Kocsis beadását Horváth Zoltán fejelte fölé. 15. perc. Bokros adott balról középre, Polgár fejese elkerülte a kaput. 22. perc. Megszerezte a vezetést a Budaörs. Halácsi tekert középre a 16-os bal sarkáról, Gyurács András pedig 5 méterről kapásból a jobb alsóba lőtt. 1-0. Perc. Lukász beadását a hosszon érkező Polgár fejelte kapura, Tóth Gábor azonban vetődve szögletre tolta a labdát. 36. perc. Petneházi szabadrugása oldalról rezgette meg a hálót, pedig sokan már gólt kiáltottak. 39. perc. Egyenlített a DVTK. Polgár jobbról érkező beadását Molnár Gábor 8 méterről a hosszú alsóba csúsztatta. 1-1. 41. perc. Ismét Molnár Gábor veszélyeztetett. A 16-os előteréből leadott lövését azonban kitolta a létszalót Tóth Gábor. 51. perc. Kocsis tekerése elkerülte a jobb felső sarkot. 56. perc. Sajbán Miklós vette célba a bal alsót, a 16-os sarkáról nem sokat tévedett. 58. perc. Molnár Gábor tekert a jobb összekötő helyéről a hosszú alsó mellé. 73. perc. Megint vezet a Budaörs. Pintér váltott itt most a bal szélen, majd első szándékból középre adott, az érkező Kolynok pedig 7 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1. 88. perc. Zsolnai tekerését Tóth Gábor tolta ki a keresztlét szalon. Újabb gól már nem született a mérkőzésen. A kiesés elől menekülő Budaörs így 2-1-re legyőzte a feljutásért harcoló Diósgyőrt. Thank you.